Olaszországba jössz, mert a tengerparton szeretnél sütkérezni? A hegyekben szeretnél kirándulni? Vagy az olasz történelemben szeretnél egy fejest ugrani? Bármi legyen is az úti célod, szerintem egy dolgot nem hagysz ki. A vásárlást. Így van? Szuper! Akkor ma vásárolni fogunk. Az egyik legélvezetesebb tevékenység Olaszországban, vagy bárhol a világon, a vásárlás. De szerinted mit szeretek a legjobban vásárolni? Eltaláltad. Ruhát. Arra gondoltam, hogy neked is hasznos lehet tudni, hogy mit, hogyan kérjél, vagy kérdezzél, ha egy üzletbe belépsz. Ma kimondottan kedves leszek mindenkihez. A férfiakra is gondoltam. Titeket sem foglak üres kézzel hagyni. Először is tudnod kell, hogy hogyan mondjuk olaszul azt, hogy ruha. Vestiti. Ez már a szó többes száma. Akkor készen állunk a vásárlásra. A kabát olaszul cappotto. Nézzünk egy példamondatot arra, amelyet az eladónak mondhatsz, ha kabátot keresel. Scusi, dove posso trovare i cappotti? Elnézést, hol találom a kabátokat? A pulóver olaszul maglione. Az üzletben a következő példa fordulhat elő. Scusi, mi piace questo maglione, ma lo vorrei di colore rosso. Lo avete? Elnézést, tetszik ez a pulóver, de piros színűt szeretnék. Van belőle? Nézzük egy másik példát. Questo maglione di lana? Ez a pulóver gyapjúból van? A sál olaszul sárpa. Nézzük egy példamondatot. Scusi, devo fare un regalo. Avete sciarpe made in Italy in questo negozio? Elnézést, egy ajándéktárgyat keresek. Ebben a boltban árulnak made in Italy sálakat? A kesztyű olaszul guanti. Ezt általában többes számban használjuk, mert ugye 2 darab van belőle. Nézzünk egy példát. Sto cercando un paio di guanti in pelle. Egy pár bőrkesztyűt keresek. Egy másik példa. Scusi, ci sono altri guanti oltre a quelli esposti? Elnézést, van másik kesztyűjük is azon felül, ami ki van rakva? A csizma olaszul stivali. Ezt is több számban használjuk, mint fenti példában a kesztyűnél. Ugye mivel 2 lábunk van, 2 csizmát fogunk felhúzni. Nézzük a példamondatot. Scusi, a mia moglie piace questo paio di stivali. Hai il numero 38 per favore? Elnézést, a feleségemnek tetszik ez a csizma. Van 38-as méretben? A cipő olaszul scarpe. Ugye ezt is több számban fogjuk használni, 2 cipőnk van. Nézzünk egy példamondatot. Posso ordinare in negozio un paio di scarpe che ho visto online? Rendelhetek a boltban egy pár cipőt, amit a neten láttam. Egy másik példa. Vuole un calzascarpe? Kér egy cipőkanalat? A zokni olaszul calze. Ugye ezt is többes számban fogjuk használni. Persze tudnod kell, hogyha csak egy darabról akarsz beszélni, egyes számban is használhatod. Oké, a példamondat. Buongiorno, avrei bisogno di un paio di calze in lana. Jó napot! Gyapjú zoknira lenne szükségem. Másik példa. Scusi, queste calze sono scontate? Elnézést! Akciósak ezek a zoknik? A szoknya olaszul gonna. Nézzük, mi fordulhat elő az üzletben. Sto cercando una gonna elegante, non troppo corta, per mia moglie. Egy elegáns, nem túl rövid szoknyát keresek a feleségemnek. Az ing olaszul camicia. Az üzletben a következők fordulhatnak elő. Questa camicia è un po' stretta, ha la taglia superiore? Ez az ing egy kicsit szűk nekem. Van nagyobb méretben? Egy másik példa? Cerco una camicia elegante e facile da stirare. Egy elegáns, könnyen vasalható inget keresek. A nadrág olaszul pantaloni. Ezt is többes számban fogjuk használni. Két lábszárunk van, két ugyanolyan részből áll a pantaloni, a nadrág, ezért többes számban fogjuk használni. Nézzük, milyen példa fordulhat elő az üzletben. Salve! Si possono accorciare questi pantaloni? Üdvözlöm! Lehet rövidíteni ezt a nadrágot? Az övet se hagyjuk ki a sorból, ami olaszul cintura. Nézzük, mi fordulhat elő egy üzletben. Vorrei una cintura nera in pelle, per favore. Egy fekete bőrövet szeretnék, legyen színes. Salve! Ha una bella cintura Dolce Gabbana? Üdvözlöm! Van egy szép Dolce Gabbana öve? Következő szavunk legyen a zakó. Olaszul giacca. Az üzletben nézzük, mi történhet. Scusi, mi sta bene questa giacca? Elnézést, jól áll nekem ez a zakó? Ha una misura più grande di questa giacca? Lenne ez a zakó nagyobb méretben? No. Nem hagyhatjuk ki a nyakkendőt sem. Cravatta. Nézzük, mi fordulhat elő az üzletben. Scusi, mi fa vedere qualche cravatta blu in seta? Elnézést, mutatna nekem néhány kék sejem nyakkendőt? Az estei ruha olaszul vestito da sera. Nézzük egy példamondatot. Cerco un vestito da sera che si abbini a queste scarpe e questa borsa. Egy olyan esti ruhát keresek, ami ehhez a táskához és ehhez a cipőhöz illik. Akkor ma be is fejezhetjük a vásárlást. Azt hiszem, ma már eleget költöttünk. Ha még több példára lennél kíváncsi ebben a témában, akkor látogass el a blogomra. A ruhák témáját ott is feldolgoztam. Ti è piaciuto questo video? Tetszett ez a videó? Ti è piaciuto questo video? Tetszett ez a videó? Ti è piaciuto questo video? Tetszett ez a videó? Metti mi piace. Lájkold! Iscriviti al nostro canale. Iratkozz fel a csatornánkra! Iscriviti al nostro canale! Iratkozz fel a csatornánkra! Ciao! Ciao!